Sziasztok, üdvözletem innen Várpalotáról. Meg itt vagyok most a vasútállomáson, próbálok úgy állni, hogy látszak, és ne szembefénybe. És most arrafele fogok menni, majd inodafele, és az ottani iparvágányt fogom bejárni, ami az erőmű vezetett. Tudtam, az erőmű már nem működik, ugye valószínűleg az iparvágányon se várható forgalom. De hát megnézzük. És egyébként az inotai megállóhelyen se állnak már meg a vonatok, ami minden 2 kilométerre van, így Fehérvár fele visszafele kell gyalogolni. Úgyhogy kénytelen voltam Várpalotára szállni és innen visszamenni. De egy körülbelül egy olyan 2-3 kilométer lesz a megállóhely, és ott is fog kiágazni az iparvágány, ami az erőmű vezetett. Egyébként ez a 20-as vonal Székesfehérvári Szombathely között. És jelenleg éppen itt sétálunk a volt lakodón. Vagyis hát ez nem volt lakodó, mert még most is megvan, csak valószínűleg nem használják már. Itt is van egy iparvágány, vagy hát egy ilyen mellékvágány errefele, és addig végződik. És ez pedig itt a régi oldalrakodó volt, ahol most sétálok. És ott van egy váltókezelő hely, és valószínűleg ott az ív után ugye van 1-2 kilométer, és akkor ott lesz inota, plusz az ottani régi erőmű. És oda bevezetett egy iparvágány, hát ezt fogjuk most bejárni, ameddig lehetséges. Úgyhogy hát akkor hajrá, menjünk előre. Hát még mindig Várpalotán vagyunk, és valószínűleg ez lesz a Bizbernek az épülete. Hát ez pedig nem tudom mi lehet, de az is az állomáshoz kapcsolódik, és az előbb elment itt 2 lovas. Az pedig ott a háttérben az egy mérleg előház. Hát valószínűleg ott egy vágány mérleg volt. És lehet, hogy ez még működik. És gyakorlatilag most sétálunk tovább inota felé. Na akkor közben lassan elhagyjuk Várpalotát, és ott a háttérben már látszik az erőműnek a kéménye, vagy azt hiszem az a hűtőtorony. Mindegy, hát addig kell elmenni. Nincs az messze. Úgyhogy szerintem egy maximum 3 kilométer, de mi lehet, hogy annyi se. De aztán valószínűleg ugye ide kell visszajönni. De majd a szervény adatokat megnézem, lehet, hogy az előrebb lévő vasútállomás közelebb van. Akkor lássátok fel, hogy mit van az Inotai Napelem Park. Ez nem rég, ez azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt épült ide. Hát van egy pár napelem, hát most éppen nem nagyon tudnak dolgozni, mert most napsütés olyan velé fényes sincsen. De azért ilyen borús időben is valamennyi áramot azért ezek termelnek. És mellettünk ez a 20-as vonal, a villamosított, ez a másik, ez meg szerintem ez már az iparvágány kezdete Inotához. És elvileg egy olyan bő egy, hát vagy körülbelül 1 kilométerre lesz innen a megállóhely. És egyébként egy kicsit lejjebb jövünk. Nem a pályatestről mennyire csak lehet. És hát ugye jobb híján most így a bozótosba itt a töltésnek az alján kell sétálni. Mert gyakorlatilag más út most nincsen. Vagy lehet, hogy lett volna ilyen nagy kerülővel, de ez így a legegyszerűbb. És hát megnéztem, a 201-es szelvénynél van a volt inotai megállóhely. És a 210-eset már elhagytuk, úgyhogy nagyon már nincs messze ezt a kicsit meg kibírjuk így. És ezt nézzétek. Itt egy oszlopcsonk. Hát valamilyen távíró oszlop, hogy hasonló lehetett itt. Hát gyakorlatilag a beton alapját azt hagyták itt meg. A fa részét meg elvágták. Úgy rendesen így derék magasságban, vagy hát ilyen vágó magasságban, mert ugye lehajolni a tolvaj nem szeret. Mert nyilván a betont az nehezebb is lenne ellopni, meg igazából azzal túl sok mindent nem tud kezdeni. A faoszlopot meg azért lapjáj, mert tud vele tüzelni. Hát itt van a napelempark, az elég nagy. Itt nem mondjak. És ezen a vágányon vörös jelző van, tehát vélhetően most nem fogok jönni semmi ideiket, azt nézzétek, mert mennyi gazt össze lehet itt szedni. Hát nyilván most ilyen vonalba járós, ezért túrára öltöztem, úgyhogy az nem gond, majd leszedegetem magamról, ha itt végeztem. Úgyhogy haladunk ki tovább a Parajosba. És nézzétek, itt van az inotai megállóhely. Itt volt a peron. És itt úgy tudom, hogy azt hiszem, hogy 2012 óta talán nem állnak itt meg a vonatok. Mert meg körülbelül akkor zárhatták be szerintem az erőművet, és akkor utána már nem volt értelme itt megállni. Itt van maga a megállóhelynek az épülete, egy kis esőbeálló. Hát az állomás táblát azt már ellopták, úgy tűnik. Itt,
Itt van egy szép graffiti, hát vagy hát annyira nem szép, de van. És itt van maga a megállóhely. Igazából ennyi az egyesébe álló, és akkor nézzük, hogy mi mindent találunk még itt. Hát valaki ide hordja a szemetet. Ha esetleg valakinek kell egy cipő, akkor itt érte jöhet. És egyébként még mindig itt van ez a sivágány. Hát nyilván ez, ami felett nincsen tyúkbél, az megy majd az erőműbe, az lesz az iparvágány. A másik pedig a fővonal, a 20-as. És akkor mindjárt megnézzük innen az utcafrontról is. Hát itt semmi érdekes nincsen. Viszont az azért, igen, hogy ilyenre fele nem is vezetett út. Akkor mondjuk nem csodálom, hogy igazából bezárták ezt a megállóhelyet, vagy hát megszüntették, mert nyilvánvalóan mondjuk arrafele talán be lehet jönni. Az útfelől, és meg itt van egy villany, bekötés is volt itt. Ja, szerintem ott a másik peronnál szerintem lehetett egy néhány térvilágítás, és akkor annak az ellátására tették ezt ide, de a lámpatesteket már elvitték, vagy ellopták. És akkor ott látjátok, ott három betonajból van ott rögtön ez be egy átjáró arrafele is, ott van tavak vannak, tehát esetleg arra lehetett forgalom. Meg talán ott azon az úton befele, ott be lehet jönni ide. Hát, tudom, de valószínűleg itt az erőművi dolgozóknak építették ide ezt a megállóhelyet. És hát miután bezárt, már kevesebb volt a forgalom, mint addig, és most akkor az is lehetett olyan, hogy nagyon jelentős, és ezért szüntették meg. Viszont ott arrafele meg már vannak lakóházak, tehát itt lehet, hogy van egy ilyen földút. Ja, igen, azaz. Ugye ott, ha megnézitek picivel lejjebb, ott már van egy betonút is, ha jól látom, vagy legalábbis ott egy ilyen nagyobb, jobb kaliberi út, ahol be lehet menni egészen ugye a falu fele, vagy hát a város fele ott arra. És hát nyilván ugyan onnan lehetett még némi forgalom, de valószínűleg azért zárták be ezt a megállóhelyet, mert nem volt már jelentős forgalom. Mert meg hát alig 2 kilométerre van innen Várpalota. Viszont itt, ahogy elnézem, itt azért vannak a közelben lakóházak is, tehát hát ezt nem tudom, de hát így elnézve azért vannak olyan megállóhelyek, amik még üzemelnek, és ennél jóval messzebb van a lakott területtől. Tehát igazából gondolom, hogy forgalom kérdése, meg hogyha jól meg van szervezve akár a buszos ráhordás, akkor lehet kihasznált egy ilyen megálló is. Akkor a 13-as vonalat bejártanak, ott talán még ott említettem a videóban is, amikor Etélyhez jutottunk, meg Szágszenthez is, hogy igazából puszta közepe, vagy hogy hát Etélnél pont egy erdőben volt, ahol egy hatalmas erdő, és még csillagászati távcsővel se lehetett látni semmi lakott területet a környéken se, tehát onnan legalább 6 km volt, és egy ilyen nem túl jó minőségű betonúton lehetett bejönni adáig, és akkor is azt tudtuk, hogy itt valószínűleg nem volt nagy forgalom, hát ott a helyszínen, ugye ezt beszéltük meg, hogy valószínűleg ez nagyon minimális forgalom lehetett itt, mert tényleg a környékén nincs semmi. Aztán utána kiderült, meg írták több a kommentben, hogy azért volt rendesen, mert a buszos ráhordás jól meg volt szervezve, és a vonatokhoz mindig kiállt meg busz, amelyik ugye ment be a faluba, tehát volt. Ki volt az használva? Na jó, szóval arrafele van az iparvágány, akkor ezzel fogunk tovább menni. És egyébként ott a háttérben már látszik az erőműnek a tornyai. És akkor itt vagyunk az iparvágány kiágazásnál. Nézzétek meg, ez már az erőmű iparvágány, ami egészen Várpalotától jött idáig. Ténylegesen itt kanyarodik el a fővonaltól, ami ugye látjátok, hogy itt jön. És ott átmegy egy új elkerülő út alatt, valószínűleg ennek a vágánynak is csináltak felüljáró, de hát majd közelebb megyünk és megnézzük. És akkor azt nézzétek, ott megy tovább a fővonal, ott átadta ott a közút fölött, és az iparvágány meg errefele ugye elkanyarodik. Egyébként mit látjátok?
TU betonaljak, amiket 78-ban gyártottak, és 48-as diós győri sinek. De, segítsétek, meg itt van maga a hitvény. Diós győr 1969-48. Ez egy, nem is egy rossz állapotban lévő iparvágány. Viszont a sinkolónál látszik, hogy azért nem mostanában használták utoljára. Bár nem is teljesen rozsdás, de az azért még látszik itt a sinkolónál, néztek, hogy nem teljesen rozsdás vég, tehát ezt így most tudom, egy olyan 4-5 éve szerintem még használhatták. Mert különben már full rozsda lenne, de ugye az is nem mostanában járt el, de utoljára vonat. De hát majd szépen sétálunk rajta tovább, aztán hát ha találunk valami nyomot. És egyébként itt van valami csomópont. Lehajtó, felhajtó. És akkor megérkeztünk ide a híthoz. Hát itt a főút felett elmegy ez az iparvágány. Itt mindjárt is sétálunk rajta. És itt van maga Inota. Jobban megnézve, és akkor itt egy ívvel megy be egészen a hőerőműig. Úgyhogy haladunk tovább egyenesen. Ismét a vágányon. És itt van ez a hatalmas csomópont itt. És hát akkor menjünk tovább. Itt ugye a felépítmény azért mindig betonaljas. Egy-két talfát találtam csak benne, egyébként végig betonaljak. Sinek azok végig 48-asok. Van egy szelvénykő, ami nem látszik, hogy a szám az már teljesen lekopott róla. És hát akkor haladjunk tovább. Hát akkor haladunk tovább az erőmű felé. Egyébként közben megnéztem egy-két adatot az interneten az erőműről, hogy valójában nem is 2012 körül állították le, hanem 2001 decemberében. És 1950-től 2001-ig működött. És gyakorlatilag már teljesen gondolom, hogy le is szerelték minden berendezéseket. Viszont valami az iparvágány az itt maradt. Tehát majd meglátjuk, hogy meddig lehet menni, meg hogy egyáltalán mi maradt az erőműből. Mondom, ezek a nagyobb dolgok, meg a villanyvezetékek azért itt még mennek az erőmű fele, azokat is meghagyták, tehát még azt látom. Az azt írta a Wikipedia, hogy a gázturbinás csúcserőmű sem működik, de azt még el tudom képzelni, hogy ezt mégis üzembe helyezik, amikor nagyon kevés áram van, és be kell indítani a gázturbinát, mert azt tipikusan akkor indítják, amikor azonnal kell áram, mert az ilyen pár perc alatt indítható és leállítható, és szabályozható a teljesítménye. De hát majd meglátjuk, hogy egyébként erről jöttünk, ott látszik, hogy itt egy nagy éven és magas töltéssel jön az egész iparvágány, és itt vesz egy nagyobb kanyarat az erőmű felé. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit találunk még itt. Viszont akkor ezek szerint a megállóhelynek a bezárását se az erőmű leállítása indokolta, és csak kenőforgalom, hanem hát valószínűleg ugye, amiatt, hogy a menetidőn húzzanak, szüntették itt meg a megállás, amik lehetne például a feltételes megálló is. Nem tudom, hogy mennyire, mert fővonalon még nem kivételezték sehol a feltételes megálló bevezetését, inkább megszüntetik a kisebb forgalmú megállóhelyeket. De mellékvonalon van már erre példa, igaz, hogy csak a Zalaegerszegrédisen, tudtam, valahol még leszállási jelzőt építettek a bézzékre. És ott is működik a dolog, hogy a megálló helyek egy része feltételes, hogy felszállási szándékot azt jelezni kell, integetni kell a vonatnak, például, vagy valahogy, vagy éjszaka elemlámpával jelezni. A leszállási szándékot meg a vonaton lévő leszállási jelzővel kell jelezni. És ott ez működik. Fővonalakon, ami nem vezetőbe, pedig mondjuk igény, az ország lenne rá több. Ilyen kisebb forgalom megálló helyeknél, hogy igazából a személyvonatok egy részénél be lehet ezt vezetni, hogy nem áll meg, csak hogyha van le vagy felszálló is. Egyébként csak lassít. Hát mindenki közben meg haladunk előre. Hát ez mi? Ja, az egy rókajuk lehet valószínűleg. Valami űrgejuk, de
De itt van egy akna. Na, egy, hát azt most nem fogom megnézni, mert bele se férnék, de... És itt van még egy vágány. Yeah. Na, ezt nézzétek, mit találtam. Itt volt, van még egy vágány. Bizony. Hát ez meg hova? És ezt eddig hogy nem vettem észre? Na, akkor ezt mindjárt bejárjuk még erre is. Vagyis, ja de, nem bejárjuk, most nem lehet ez olyan hosszú. Na, ezt viszont biztos, hogy nem használták már egy ideje. Mert itt már az őszelvény is. De, és ráadásul a szúrós növényekkel, mert mi mással. Egy már lehet, na, azért. Nézzétek, hát. Ja, és ott a vége, ott az a földkúp. Na, mindegy, addig még elsétálok. És itt valamiért a térvilágítók is mennek. Legalábbis még a vezeték ki van húzva, és a lámpa is megvan. És ha megnéztek azt a vágányt, amit eddig jöttem meg, ez azért, azért látszik a különbség, hogy melyiket használták régebben. Mert ez a másik, ez olyan, mintha még figyelnének rá. Mert az őszelvény az tisztán van tartva, és igazából még rendben is van a felépítmény, tehát ezen akár már holnap újra vonat mehetne. Ezen viszont, ami most jövök, amit így csak kiszúrtam, na hát ezt meg látszik, hogy mióta nem használták már. És ez itt el is tűnik a gazba. Na hát erről aztán nehéz lenne bármit is tenni. Na, és innentől már nem is járható, azt nézzétek. Közben összeszedtem itt mindent. Hát akkor eljutottunk ideáig is, hogy nézzétek meg, itt ágazik ki ez a másik vágány, amit már vastagon belőtt a gaz. Ezt jártam be az előbb. Ott a biztonsági határjelző. Ott a háttérben, ott az erőműnek a kéménye, vagy a hűtőtornya, vagy nem tudom, hogy pontosan mi ez. Amúgy ez egy rendes hőerőmű volt, ilyen széntüzelésű, és látjátok, itt van maga a kiágazás, és még oda is bevezet egy vágány, a tama oldalra is, mert ezt megnézzük, mert itt több váltó is van, és ott is kiágazik egy vágány, és hát eltűnik a kerítés mögött. Na, ezt is megnézzük. És mindjárt ölteni kell az aksit. Úgyhogy előszedjük a powerbanket, aztán felrakom a kamerát töltőre. De előbb ezt a vágányt még megnézzük. Ja, meg le is kell róla egy-két felvételt törölni, mert a tárhely is mindjárt betelik. Látszik, hogy ez egy ilyen, tényleg ilyen spontán vonalbejárásnak indult, hogy tegnap este döntöttem el, így késő este, amikor nézegettem a menetet, hogy hova lehetne holnap így eljutni. Délelőtt aztán, meg hogy hát akkor menjünk ki Notára, az még viszonylag közel van. És itt igazából nagyon, nagyon spéci rákészülés nélkül is ide el lehet jönni. És valóban. Komoly útvonal tervezése kell hozzá. Csak a 10-30-as vonatot kell érni. És hát ugye, és hát itt voltam, elértem, és menjünk is. És ezt nézzétek, itt van a kiágazás, hát ez megy tovább az előműbe, ez meg ki tudja hova. Na mindjárt megnézzük közelebbről ezt a kiágazást. Na ezt nézzétek, mit találtam itt a... Hát ez nem tudom, mi akar lenni. Csak nem valakinek problémája támadt a WC csészékkel. Iparlemek művei. Hát. Vagy ezért most dókagyló? Tudom. Vagy egy WC-csésze így összetörve. Igen, mint tudjuk, a mai WC-csészék megbízhatatlanok, össze kell törni mindet. Hát ez pedig egy pár ezért nagy vasúti betonaj. De hogy itt mit keres, azt nem tudom. Hát meg némi egyéb szemét. És akkor mindjárt megpróbálunk valahogy visszamászni. Most kijöttünk, vissza a vágány mentén, és akkor mindjárt benézzünk ide. Ott van egy tábla, ferrokémia,
Tehát valószínűleg annak a telepnek az iparvágánya. Igen, itt van egy siklasztósarú is. Ugye, vágányzárósodon helyett. És itt a kerítésen túl eltűnnek a vágányok. Bár szerintem itt még a, ott még látok egy maradvány belőle, tehát szerintem itt még a föld alatt megvannak. És itt volt egy, gondolom egy porta épület régebben, ahol a tehervonatokat ugye beengedték. Legalábbis innen. És igen, és idáig még vezet be műút is, tehát valószínűleg ezt a ferrokémia telepet ezt használják. De nem vasúton szállítanak valószínűleg, mert hogy ez a vágány nem úgy néz ki, mint ami napi használatban van, vagy akár évi használatban. És hát akkor itt lehet tovább menni. Ez már az erőműbe vezet valóban. Na igen, és akkor ezt nézzétek, hát itt látjátok, hogy itt kivágott fák, meg stb. Tehát mondom, hogy szerintem itt karban tartják az űrszelvényt valami miatt. Na majd ezt írjátok meg, hogyha majd valaki esetleg tudja, hogy lehet, hogy mégis szokott erre kicsit gyakrabban is vonat járni, csak hát ugye honnan, mert az erőmű nem működik, a ferrokémia meg nem használja a sajátját, akkor mégis honnan menne? Na mindegy, hát valamit tudtak, akkor szóljatok. És egyébként itt a kerítés mögött egyébként még egy darabig látszik a vágány maradvány. Jó, és ott meg van egy luk a kerítéssel, jól látom. Ezt mindjárt megnézzük. Ja, nem csak a betonkerítés hibázzik, de megcsinálták gróttal. És én itt, ha benéztek, ott még ott a vágány. Sőt, a háttérben is látszik ott a tornyoknál. De szinte biztos vagyok benne, hogy ez régen az erőmű területén volt. Ezek azok a bazin nagy hűtőtornyok, meg ott a, az a másik nagy épület, az még biztos, hogy az erőmű volt. A hőerőművek környékén lehet látni ezeket a bazin nagy tornyokat. Lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, de ezeket azt hiszem, hogy úgy hívják, hogy hűtőtornyok. És, de hogy pontosan mire valók, azt ne tőlem kérdezzétek, mert hőerőművekről annál többet nem tudok, mint hogy bedobálják valahova a szenet, aztán abból áram lesz, mert hát illetve nem, nyilván nem a szénből, hanem azzal, nyilván azzal hajtják a turbinákat, meg többi, ami aztán termeli az áramot. Úgyhogy ezek az ilyen gőzturbinák vannak itt, szerintem, hogy dobolják a szenet a kazánba, az felforralja a vizet, a gőzben meghajtja a turbinákat, és akkor azt termeli az áramot. De most többet tőlem ne várjatok, nem vagyok én energetikai szakember. Ezt nézzétek meg. Ez biztos, hogy a hőerőműhez tartozott, tehát szerintem ott ürítették ki a szenet, és ezen a akármint vitték oda föl. És valószínűleg itt voltak a kazánok, meg többen belapátolták, és itt voltak a turbinák is. És ott mennek a villanyvezetékek a másik irányba, tehát valószínűleg tényleg itt voltak a generátorok, biztos, hogy ott voltak. És az már biztos, hogy az erőmű, csak szerintem ott egy részét megvette ez a ferrokémia, és ott már az van. Ez meglátjuk, hát nem hiszem, hogy ide be lehet menni. Bár nem úgy néz ki, mint amit őriznek, meg ahol egyáltalán járt már valaki, de nem mindegy, ha be van zárva a kapu, akkor nem megyek be. Nézzétek meg ott a... Az meg szerintem egy tévétorony, ott a hegy tetején. Na. Hát, hogyha nem is tévé, de valamilyen adótorony lesz az. Lehet, hogy csak rádiótorony, vagy valami kisebb reléadó. Bár azt is nemrég tudtam meg így egy érdekes beszélgetésnél, hogy Magyarországon már relézés nincsen. Tehát az a klasszikus, hogy veszi a kisugárzott rádió vagy tévéadást és tovább sugározza, ilyen már nincsen. Bár a tévéadásnál még lehet, hogy van, de rádiónál már nincsen, hanem azt mikrohullámon kapják az adótornyokat, és az onnan vett jelet sugározzák tovább. Szlovákiában viszont még használják a relézést, sőt ott ez van üzemben. És volt egy ilyen érdekes történet, ez most csak... Na most itt ráérek, úgyhogy elmondom. Eléggé off-topic itt a vonat bejárás terén, de hát most miért, de van időnk. Hogy volt valamikor egy olyan, hát legalább 6 éve már, vagy 5 éve, nem tudom pontosan, de
Volt egy időszak, amikor az egyik országos szlovákiai adót azt kikapcsolták karbantartás miatt, és ugye adásszünet volt. Viszont az a 104,7 MHz-en sugározta az egyik szlovák országos kereskedelmi rádiót, ha jól emlékszem. És mivel nem érkezett adás onnan, ezért a reléadók, amiket nem kapcsoltak ki, azok befogták a kékestetődő sugárzott szintén 104,7 MHz-en működő Klassz FM-et, és azt sugározták tovább, tehát így fél Szlovákiában a magyar Klassz FM-et lehetett hallgatni a kereskedelmi rádió helyett, így több órán keresztül mire észrevették. Hát igen, ez így működik, mert ugye eddig nem volt abból probléma, hogy ugyanazon a frekvencián sugároznak, mert az erősebb az ott elnyomta, az ott már gyengén fogható magyar adót, viszont a kékesi adót van, az elég magasan van, ugye ma, hogy az a legmagasabb pontján van a kékestetőn. És hát így, hogy nem volt másik erősebben sugárzó, így ezt be tudták fogni. Hát a rádióadónak nagyobb vevőantennái vannak, mint egy közönséges rádiónak. Úgyhogy az befogta és tovább is sugározta. Na közben nézzétek meg, hogy haladunk. És ez így nyilván rakodóplac, és akkor itt még az összes sínek megvannak, meg itt mindenfele. És ott is van, meg ott van még egy jelző is. Meg ott van, ami különleges berendezés lesz, majd közelebbről megnézzük. Akkor akad némi fennforgás, úgy látom, mert ez maga az inotai erőmű, ebben biztos vagyok, viszont a vágány az meg tart tovább. A vágány az még itt is megy valamerre, úgyhogy majd mindjárt jön egy térképnézés, és megnézem, hogy akkor még hova kéne menni. Na és ezt az erőművet majd megpróbálom közelebbről megnézni. Szerintem majd úgyis errefele kell majd a vasút fele visszamenni. És akkor majd megyek a közúton. Megnézem, és akkor utána meg mindjárt nézek egy térképet, hogy akkor még, hogy tovább megyek a vágányon, akkor hova fogok eljutni, de hát mindegy, megyünk, ameddig lehetséges, előbb-utóbb úgyis egy iparvágánynak a kapujához érünk. Hoppá, itt egy betonaj. Tehát jöttünk valamelyik főút mellett, egyébként a nagyvasút, ott a 20-as vonal az valahol arra van. Hát menjünk akkor tovább, aztán mindjárt... Láttátok a Bambit? Ott szalad. Na most akkor ez pont jól jött ki, hogy... Ja igen, hogy ment a kamera, miközben ott átfutott a sineken egy Bambi. Úgyhogy, akkor menjünk tovább. Na hát ennyit erre, hogy az állatokat mennyire elriasztja a vasút. Ennek közelsége. Hoppá, és azt nézzétek, ott egy poroltó. Meglepődnék, hogyha ebben még lenne. Bár mondjuk, nem teljesen üres szerintem. De már valószínűleg azért dobták ide ki, mert már nem jó. Na de hát erről ennyit, hát menjünk tovább, mindjárt térképet is nézek, hogy egyáltalán hol vagyok. És szerintem ez a két talfa, ez még egész újnak tűnik, de hát... Mint hogyha még ezt a vágányt tényleg karban tartanák. 0636 0. Tehát lehet, hogy ez egy 2006-ban beépített talfa. Talfa szegen nem látszik. Mekkora? Vagy lehet, hogy ez csak egy leltári szám. Ezen meg 06323 van. Hát ezt nem tudom, de esetleg haladunk tovább egyenesen. Igen, itt egyébként azt írja a térkép, hogy innen ott a gyártelep. Mert meg valami alumínium feldolgozó van itt mellettünk, hát lehet, hogy az még használja ezt a vágányt. És ez is egy... Ezek itt új talfáknak tűnnek. Hát valamiért itt a betonaljakat, itt az illesztéseknél kicserélték talfákra. Ez nem tudom mire, de itt is az van, hogy itt, ahol a heveder van, az illesztés, és akkor itt van két betonaj mellett, tehát szerintem ezt kivették innen, és betettek a helyére talfákat, de hogy miért, azt nem tudom. Hát itt az illesztéseknél valamiért talfát cserélték a már lerakott betonaljakat. Na mindegy, menjünk tovább, aztán majd csak eljutunk valamerre. És ezt nézzétek, ide érkeztünk. Ismét váltó, ismét többfele ágazik. És azt el tudom képzelni, hogy ezt még használják. Mert itt ráadásul elég újnak tűnik a pálya, mint hogyha ezt nemrég újították volna föl. Ezek a betonaljak például,
Ezek a talpfák is újnak tűnnek. Na erre viszont kíváncsi vagyok, hogy ez hova vezet meg a másik, mert a másik a sokkal rozsdásabb. Hát, ha megnézitek, itt a sinkoron a sokkal rozsdásabb ennél. Itt viszont fényesebb, tehát ez biztos, hogy gyakrabban használták itt az elmúlt 5-6 évben, mint ezt. De esetleg érdekes, akkor hát, hogy menjünk, aztán majd meglátjuk, hogy ez hova vezet. Ha és innen is van elkezdve szelvényezve. És akkor itt van a két bejárat. Az ipartvágány. Ez a telep vezet be mind a kettő. Ami itt lesz egy kiágazás. Itt egy kicsit már benőtte a váltókat is a gaz. Meg egy picivel arra van még egy váltó, akkor kiágazik a másik irányba. Hát ez pedig, ez az újabb vágány, ez meg ott arra fele tűnik el, de majd kicsit közelebb megyek és megnézem, hogy hova vezet. Gyerünk, de akkor nézzük meg ezt. Ez se tűnik valami újnak. Nézzük meg, hogy mennyire használva. És ez ráadásul még a régi kavicságyazatból van. Viszont ugye magát a gyárat azt valószínűleg használják, mert, vagy magát ezt a telepet, mert autók azok állnak bent, meg különböző munkagépek. Viszont ez a vágány jobban járható, úgyhogy akkor menjünk inkább ezen. Ugyanoda vezet, mint a másik, és itt lesz majd a kiágazás. Ott látjátok, hogy ezen a vágányon is volt egy váltó, és akkor itt ugye már két vágány haladt tovább. És innen látjátok, hogy ez itt eltűnik a gazba az egyik. Úgyhogy ezt sem nagyon használják. És ott viszont ott van az iparvágány kapuja, úgyhogy addig elmegyünk, és megnézzük, hogy hova vezet. Aztán meg itt, ameddig lehet, elmegyek a gazba ennél is, bár szerintem az már földkúpoz, mert itt ezek a táblák szerintem azt jelzik, hogy milyen messze van a vágány vége. És akkor ott a 100-as, ott az 50-es, aztán utána meg már a földkúp jön szerintem. Ezt a telepet viszont tuti használják, bármi is legyen ez. Itt viszont lassan ez a vágány az eltűnik a gazba. De még lehet rajta haladni, úgyhogy menjünk. És akkor itt van a vágánynak a vége, a földkúpba, itt pedig ez a titokzatos telep. Ma mindjárt nézek egy térképet, hát az mutatja, hogy mi ez. És akkor szépen, akkor most visszasétálok, megnézem még azt a vágányt, az új építésűt, meg ott a másik telepet, aztán pedig vissza ott, ahonnan jöttem. Itt van egy kis bozót, de ez nem vészes. Ennél még a múltkor is nagyobb volt ott a vilonyai ipardvágánynál. Na és akkor itt vagyunk az új építésű ipardvágányon. Legalábbis mindenképpen ugyebb. És Maba egyes, és egyébként van Maba Kft. Volt itt, igen, azt jelezte a Google térkép is. Szerintem van egy pár betonalja is itt a telepen, vagy ez nem az? Vagy csak rendben, csak betonlap? Nagyon hasonlít a betonaljakra. De szerintem itt betonaljakat is gyártanak ezek szerint, aztán nyilván a sajátjukból építették az iparvágányt is. És elég sok van itt feltornyozva, tehát szerintem akkor ezeket innen vonattal viszik. Na mindegy, bekukkantunk, elmegyünk a kapuig, addig lehet. Aztán bekukkantunk, hogy mi a helyzet errefele. Végén van itt egy pár páros féksarú is letéve, mint itt azért készültek. Akkor valószínűleg ide van kiszolgálás, és akkor emiatt ezt tartja életbe valamennyire a vonalat, de nézzétek csak. Elég sokáig megvannak a jobb vágányok, és még ott hátrafele is megy. Ezek már pedig betonaljak. Ezek vasúti betonaljak. Akkor valami betonaljgyár lehet ott, és akkor tadon is van valami felirat, akkor meg akarok elolvasni. Ja. 6,3 tonnát tud emelni. De céglogót vagy ilyesmit nem látok itt, úgyhogy az nem derült ki, hogy semmi ez, de igen, ez egy új építési ipardvágány, és akkor Maba, ott van az összes betonalja, hogy Maba. Tehát valószínűleg van betonaljgyártó lehet, vagy hogy hát azt is gyártanak. És hát nyilván a saját gyártásuk betonaljaiból építették meg itt az ipardvágányt, ennek utána kell néznem. Közben akkor kicsit utána néztem, hogy a Maba Hungária az valóban
gyárt egyébként betonaljakat is, és 2017-es cikk volt az indóházon, amikor egy Dacia-val jöttek ide be, és vittek betonaljakat. Például a Balatoni vasúton, a 30-as vonalnak a felújításához is innen vitték a betonaljakat. Tehát akkor volt, akkor biztos használatban volt, mert hát azóta valószínűleg azért, hogy hébe-hóba van itt kiszolgálás. És valószínűleg akkor ez a MABA Kft, vagy ez a MABA Hungária Kft tartja életbe ezt a vonalat. Egyébként ilyen 10-es lassújjel van végig. És azon a bizonyos indóházas cikken egy Dacia húzta a főrekocsikat. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy Dacia-nál nehezebbeket nem is engednek le. És hát ilyen 20-as meg maga a pálya, de sokkal itt a 10-es lassújjel. Okay. Valószínűleg ez van még a legjobb állapotban, amit így újonnan építettek. Úgyhogy hát... De nyilván vasárnapon ilyenkor nincs itt senki. Maximum őrzik a portán területet, de ezt nem, meg hát ugye nyilván... Itt most az nem is érdekel senkit, hogyha a telepen kívül van valaki. Ameddig a kerítésen kívül, addig nem érdekes, ugye? Úgyhogy megnézem ezt a másik telepet is. Ezt nézzétek meg, itt van maga ez a... Szerintem ez volt az alumínium feldolgozó, és ott van bent egy mozdony. Aha, nézzétek csak. Itt van bent egy mozdony, egy A21-es, aha. Hát nem tudom, hogy ezt használják-e még, vagy sem. De innen jól látszik a pályaszáma is. Na, akkor itt benézhetünk itt a másik kapun. Túl sok érdekeset itt se látunk, de csak a vágány elfér a gazban. Az a zöld mozdony, mire esetben ott érdekes volt, de hát ki tudja, hogy az lehet, hogy egyébként itt az alumínium feldolgozónak valami saját tulajdona volt, csak már nincs használatban évek óta, lehet, hogy már nem is működik. Nem tudom, de a pálya számomra ma megvan, úgyhogy majd utána nézek, hogy mit lehet róla tudni. Aztán maximum majd valami élőadás, vagy valahogy elmondom most. Nem biztos, hogy most így gyorsan ki tudom googlizni, de hogyha utána érdeklődök egy-két helyen, akkor szerintem meg lesz az eredete. Na közben akkor megérkeztünk ide az alumínium területre vezető bekötő úthoz, és akkor ez itt ilyen, jól mondtam, hogy ez ilyen kohó, ilyen kohászati telep volt, az alumínium kohók voltak itt. És ez pedig itt valóban az Inotai erőmű, ez volt a fő bejárata, és áll bent egy busz is, de az csak bérben van itt. Egy meg ott éppen elment, és nem volt éppen szép hangja, de mindegy is, tehát ez volt ugye az erőmű bevezető járda, hát már ez is eléggé el van nyagolva, és itt van az erőműnek a busz megállója. Hát ez az épület, ez már nem üzemel, itt nincs semmi, viszont a busz az még megáll itt. És be lehet menni Várpalotára is, tehát igazából nincsen messze, inkább sétálok szerintem, mert megáldásul nem is gyakran járnak buszok. Úgyhogy... Na, még csak, ja. Hát és csak hirdetések vannak. Viszont... Ah, nézzétek, csak itt van egy villanyóra. De nem forog, és le van csapva mind a három biztosíték is, tehát... Itt már nem történik semmi. De valószínűleg itt várótelen volt. Ilyen gondolat, amikor még üzemelt az erőmű, akkor itt azért volt ebben a megállóba forgalom, mert itt az erőmű dolgozói azok itt szálltak fel és le. És akkor itt kaptak mindent, fedett buszolatokat, mindent. Hát most 15.35-kor menne a következő, amivel hova lehet menni egy Y Inotára. Hát az egyik se, hát ez mindenki nagyon messze. 15.56-kor megy egy, amelyik Csóra megy. Viszont a Csóri vasútállomáson Sálmán meg semmi, úgyhogy meg a Székesfehérvára ugyanakkor megy, de hát az megint nem jó nekünk. Hát bár mondjuk, hogyha nem jönne vonat, akkor az jó lenne, de... Szóval 16-22-kor megy Várpalotára, hát azt nem várjuk meg. Az még semmi, tehát akkor inkább besétálok. És itt van azok a nagy kémények. Hát azt szintén nem sikerült megtudnom, hogy ez pontosan micsoda, viszont így akkor a másik oldal is körbe lehet fotózni majd az erőművet, mert itt ezen az úton, ha befordulok jobbra, akkor az Várpalotára vezet, azzal el lehet menni a vasútállomásig is, tehát... És egyébként itt a
Az előmű mögött, itt az a bekötő útnak a végén van a készenléti lakótelep, az még az előmű készenléti lakótelepe volt. Hát gondolom most lakóházak. Mert nyilván ott az előmű dolgozói laktak annó. Nyilván a készenléti lakótelep azért épült ide az előmű mellé, hogy azoknak a dolgozónak, akik, hogyha éppen helyzet van, mert mondjuk nincs elég áram, vagy ilyesmi, és be kéne jönniük a lehető leggyorsabban a munkahelyükre, akkor ezt meg tudják oldani. Hát innen gyakorlatilag a szomszédból, ez nagyon egyszerű volt. És akkor nézzétek meg, itt van még egy valami. Művelődési központ. Hát lehet, hogy még ez is az előműhöz tartozott, tehát ez egy hatalmas nagy dolog volt, ezt neki tudja, hogy mi mindent raktak ide mellé. Ja, egyébként magáról az előműről ugye sikerült egy megtudnom, hogy ugye már nincs itt semmi, meg nem dolgoznak igazából, a berendezés meg ezeket szerelik le, tehát igazából ki van adva, az egy magán cég tulajdonában most, és hát gondolom, hogy ami még érték, azt eladja, de hát nyilván, de hát vagy akár ócskavas áron visznek el innen vasugadékot, mert stb. És azért, amiatt van még itt. És egy biztonsági szolgálat őrzi, tehát itt van portaszolgálat is. Tehát én tudtam beszélni a portással, és ő mondta, hogy ez a helyzet, és akkor magánci tulajdonában van, azt nem tudtam megmondani, de hogy pontosan hogy hívják, mert ők egy külső cég alkalmazottja, akik ugye csak az épület őrzését vállalták. És hát a lényeg annyi, hogy csinálok egy pár képet innen is, hogy igazából lehet ide bejárás szervezni, ott elment egy busz, de az valami helyi járat, az nekünk nem jó. De hogy lehet ide belépési engedélyt kérni, csak nagyon nehéz, meg a sok utána járással, de volt már olyan, hogy szervezett csoportok ide jöttek autóval, többen akár 5-6-an, tehát igazából meg lehet ezt még biztos oldani, csak gondolom, hogy rengeteg utána járással jár, de ez érdekes lehet, hogy szétnézni, hogy néz ki egy ilyen nagy erőmű belőle, már ami még maradt belőle. Hát nem tudom, hogy majd megpróbálok ennek utána nézni, hogy hol lehet ezt megoldani. Aztán, hogyha valami ilyesmi lesz, akkor meg majd úgyis valami eseményt, valamit csinálok, hogy valakit érdekel, akkor majd jelezze. Aztán lehet, hogy ezt össze tudjuk hozni valahogy. Hát meglátjuk, vagy majd utána nézek a neten, lehet, hogy már mások is szervezkednek. És akkor esetleg becsatlakozok, és arról a tanulról még ezt mondhatom nektek. Még annyit tudtam meg, hogy miután Veszprém elnyert valamilyen Európa városa, vagy hasonló címet, itt majd itt ügyködnek valamit, és akkor ez így ki lesz világítva, vagy valami díszkivilágítást tesznek rá. Hát lehet, hogy valami hasonló lesz, mint Óbudán volt egyszer-kétszer ott a Kéménynél, hogy ilyen nemzeti színűre kivilágították. Volt egy tavaly előtt, aztán volt március 15-e előtt egy pár nappal, meg október 23-a előtt egy pár nappal, meg október 23-a is természetesen, így nemzeti ünnepekre ilyen nemzeti színű, ilyen piros-fehér-zöld kivilágítást kapott a Kémény, tehát lehet, hogy itt is valami hasonló készül. Tényleg valami reklám van most rajta, erre tökéletes. És itt van egy patak, itt látjátok azt az utat, ami arrafele vezet, az visszavezet Várpalotára, tehát azon most visszasétálok a vasútállomásig, aztán majd a következő vonattal hazamegyek. És akkor ezt nézzétek, itt vagyunk az Inotai erőmű hátsó részénél. És innen mennek ezek a villanypóznák már, ugye gondolom az országos hálózatot dobják fel az áramot, vagy dobták fel régebben, és itt vannak ezek a nagy tüzértranszformátorok, már amennyi látszik belőlük. Hát ezzel gondolom, hogy 400 vagy 220 kilovoltos vezetékek voltak, és innen. Tehát innen, amit az előműből generátorok állítják ezeket, nem is tudom hány voltot állítanak elő, de abból transformálnak olyan 220-400 kilovoltokat, és akkor az megy az országos hálózatra. Aztán az elosztó aláramásokon transformálják lejjebb. De itt is rengeteg villanyoszlop van, tehát ha megnézitek, ez rengeteg pózna. És elvileg ezek, amik alacsonyabbak, ezek középfeszültségűek csak. Tehát a 100 kV fölött ilyen nagy rácsos oszlopok vannak, és ilyen függő szigetelők, mint amiket ott láttak. Ez azt jelenti, hogy 100 kV fölött van. Tehát a tipikus feszültségek az a 120 kV, a 220, meg a 400. Meg van egy 750 kV-os vezeték az országban, de az nem erre. És abból csak egy van, és az nem is erőműből jön, hanem... És hát erőműből jön nyilván, de Ukrajnából. Hát ez pedig itt egy forgalmas autóút mellettünk, el 110-zel lehet menni, viszont itt mellette azért el lehet sétálni. Azt nem mondtam még el, hogy az a busz, amelyik ott állt az udvaron, az
Az ott lehet az egy munkásokat szállító busz, az valamelyik itteni ezért cégnek a munkás busza, és akkor az hordja Várpalotára a népet, meg vissza. És ez csak, de csak hétköznap jár, most hétvégén nem azért, és van azért parkolat itt bent. Mert ott vigyáznak rá, meg ott az őrzött területen belül van. Hát így néz ki. Hát most te, most hogy pontosabban mit látunk, azt nem tudom, de van olyan ismerősöm, aki nagyon élt ezekhez, meg neki meg az a hobbi, hogy ilyenekkel foglalkozik, úgyhogy majd őt megkérdezem, hogy pontosan itt mit látunk. Na, szerintem ezek a színes szigetelők, ezek a három fázis lesz szerintem. Vagy a fázis nulla, meg a földelés, de azt nem hiszem, tehát szerintem ez a három fázis. Szóval ezt nézzétek ezeket a póznákat, hogy nincsen rajta vezeték, hát, de folytatása sincsen, tehát ezt nem tudom, hogy... De valószínűleg régebben volt rajta, csak leszerelhették őket, meg... Még itt vannak a függőszigetelők is rajta, csak azt ott hagyták, de vezeték az nincs. Viszont ezek a magasabb acéloszlopokon meg van, ezeken a rácsos acélszerkezeti, akik magasabbak, azokon ott van a függőszigetelő. Van, ami egyébként egész újnak tűnik. Na, például nézzétek meg ezt is, hogy hány szigetelő van rajta és hány vezeték. Egyébként remélem, hogy valami hallatszik és igyekszek is itt hangosabban beszélni, mert nagyon nagy itt az alapzaj az autóút miatt, mert itt nagy a forgalom mögöttem. Na, nekem van itt még bevesni. Itt a betonkerítésen. Na, nézzük, hogy mi van ott. Hát... Hogy igazából nem tudom, hogy mit látok, vagy mit kéne, de minden esetben megmutatom nektek, aztán majd a nálam okosan megmondja, hogy mit látunk ezeket. Ezt nézzétek, az erőmű egész terület eladó, kint is van a tábla, hogy legalábbis egy része a telep meg biztos. És közben itt az autó mellett itt sikerült eljönni, de itt már ki tudok majd valahogy mászni ebből az árokból, és akkor mehetünk a vasút fele. Hát majd valahogy igyekszünk. Akkor szerintem ez az iparvágányos vonalbejárós videó ez ennyi lett volna. Most már visszafele sétálok az iparvágányon Várpalota fele. Szerintem, ahogy néztem, még Csornás áll, meg az a másik megálló lett volna, ami közelebb van. És hát az már állomás, de ott se áll már meg egy ablakos vonat se. Meg Inotán se, úgyhogy kénytelen leszek akkor visszamenni Várpalotára. Viszont van annyi idő a vonatig, hogy ezt kényelmes tempóban is kell rohanni, és meg tudom tenni. Úgyhogy akkor ez a vonalbejárós videó ez ennyi lett volna. Hát köszönöm, hogy megnéztétek. Többit azt tudjátok, írjátok le kommentbe, hogy tetszett-e vagy nem tetszett. Vagy ha esetleg valamit még tudtok a iparvágány történetéről, vagy magáról az erőműről, vagy esetleg erről a Mavagyáról, hogy mikor épült az iparvágány, mióta van ott, stb. Akkor azt írjátok meg kommentben. Egyébként itt most éppen az iparvágányon sétálok. És mellettem itt van a 20-as vonal, de majd mindjárt akkor odafolytom a kamerát, és azt is megmutatom. Itt jön mellettem a 20-as vonal, és a már az Inotai megállóhelynél, ahol már nem áll meg vonat, ott fordul rá ez a vágány a fővonali vágányra, és akkor onnan már együtt mennek, és Várpalotáig. Tehát valószínűleg, hogyha egyszer majd dupla vágányos lesz itt a 20-as vonal, vannak rá tervek, csak hát nem tudom, hogy mikor készül el, akkor valószínűleg itt lesz egy nyílt vonali kiágazás, és ez bekötik majd Várpalotáig. De még körülbelül két pillanat, viszont itt a megállóhelynél viszont le lehet majd menni a közútra, és akkor nem a sineken fogok sétálni, hanem majd a közúton mellette. Majd ott igen, oda arra az útra le lehet menni, és akkor ott azon, ahogy megnéztem a térképen, el lehet sétálni a Várpalotai állomásig. Egy olyan körülbelül 2 kilométer ott is lehet. Az új egyszerűbb és időben meg belefér. Úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna, hamarosan akkor visszajönnek ott a Inotai megállóhelyre, és akkor letérnek a közútra. Ha még jön busz, akkor azt majd fotózom, de videó az már valószínűleg nem lesz. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!